Muzsikaszó mellett főtt a pörkölt kakasdon, a községben ugyanis megrendezték a hagyományos falunapot, amelynek ezúttal a helyi sportpálya adott otthont. Az ugrálóvár és számos játék mellett a gyerekeknek habpartival is kedveskedtek a szervezők. Azért, mert sok embert megismersz, meg a barátaid eljönnek, és sokan játszanak így együtt. Az időjárás egy kicsit felülírta a mai tervünket, reggelre nagyon nagy vihar volt. Katos Attilát vártuk 10 órára egy aerobik tornára. Az ő programját sajnos az eső miatt át kellett tennünk a faluházba bertéri rendezvényre, de hál' Istennek így is nagyon szépen sikerült. Annyi tolódott ki, hogy 9 órától jött a Manea Alexandra ijászatot tartani, és az ő programját kellett nagyon eltolnunk itt az esőzés meg a felázott talaj miatt, úgyhogy ő 9 óra helyett 11 órakor kezdett. És akkor ebéd, ugye, mint látszik, nagyon sokan főztek itt Bográcsba, Tárcsásan, baráti körök, egyesületek, civil szervezetek, egy órától pedig habparti volt a gyerekeknek, aztán rendőrségi bemutató, légvárak, körhinta az önkormányzatnak a jóvoltából, így ingyenesen használhatják 4 óráig a gyerekek. Kakaspörkölt főző verseny szokott lenni, most az anyagi lehetőségek miatt ezt így konkrétan nem hirdettük meg, tehát nem versenyszerűen, de így is nagyon sokan jöttek úgy, hogy főzni. Ez a program az egyik olyan programunk, ami nagyon jól összehozza a falunak a közösségét. De tényleg ez most már olyan erős múltja van és olyan erős hagyomány nálunk, hogy ezt mindig nagyon várják az emberek. Tehát pont a ma reggel is egy példa volt erre, hogy megjött a nagy vihar, és folyamatosan égtek a telefonok, az üzenetek, hogy mi lesz, mikor kezdődik, mit tartunk meg. Nagyon várják így az emberek, hogy találkozhassanak és együtt lehessenek. Nem csak gasztronómiai, hanem kulturális és sportprogramok is színesítették a rendezvényt. A nap igazából a sport szerelmeseinek kedvez, hiszen foci meccs lesz a délután további részében, aztán este pedig ballal zárunk. A polgármester szerint a helyiek minden évben izgatottan várják a programot. Mindig készülnek, hiszen nem csak sportolunk ezen a napon, hanem főzünk is, és ez egy nagyon jó közösségi esemény a településen. Összehozza a kicsiket, a nagyokat, különböző civil szervezeteket és a falu aktaja nagyját. Egy biztos, a kakasdi falunapon minden korosztály talált magának való elfoglaltságot, a labdarúgás szerelmesei pedig egy izgalmas meccset is végigizgulhattak.